Sziasztok! Jó reggelt! Üdvözöllek titeket itt ma újra a Vlogmasban, a 22. Vlogmasban. Az alapozom kész, a szemöldököm kész, úgyhogy a szemhéjamat fogjuk elkészíteni együtt. És beszélünk a mai napról. Szóval a mai nap kedv van, dolgozunk, viszont most már tényleg le van lassítva a dolog, tehát most már tényleg két nap van vissza, most már tényleg nagyon lassú minden. Úgyhogy az az igazság, hogy tegnap a videóban láthattátok, hogy elmentem karácsonyi ajándékokat venni, így még amik vissza voltak, és mondtam, hogy végre meg fogom venni a barátomnak a másik részét az ajándékának, viszont akkora volt a sor, hogy esélytelen volt, hogy bejussak abba a specifikus boltba, ahol meg szeretném venni, plusz a barátom eljött velem. Szóval meg tudtam volna oldani, mert eljött velem, és külön vásároltunk, szóval meg tudtam volna rakni a kocsiba, de mégsem akartam, hogy véletlenül, és így derüljön ki, hogy mit kap, mert ő olyan, hogy megnézi. Úgyhogy ma oda megyek nyitásra, képzeljétek el. Most van reggel 7 óra, fölkeltem 5:50 körül, és iszom egy tera kávén. Na de, lényegtelen, a lényeg az az, oh my god, nem tudom miért, mindig kikerülöm a témát, hogy miről beszélek, szóval a lényeg az, hogy oda fogok menni nyitásra, úgyhogy ahogy elkészültem, 10-kor nyit az a bolt, úgyhogy el fogok indulni 9:30 körül, mert nagyjából ilyen 20 percre van, viszont múltkor is, amikor oda mentem nyitásra az egyik bolthoz, mert tudtam, hogy nagyon nagy lesz a sor, már akkor kint állt a sor nyitás előtt a boltnál, úgyhogy úgy vagyok vele, hogy biztosra megyünk ma. Oda megyünk, megveszünk, elhozzuk, becsomagoljuk. És most csomagolunk is, úristen, annyit csomagolni való van. Múltkor, amit láttatok, hogy becsomagoltam, na az kb. A fele volt annak, amit csomagolnom kell, úgyhogy ma még csomagolunk, vettem új csomagolópapírt is, mindent be akarok rakni szépen a karácsonyfa alá, hogy ott legyenek a kis dobozkák, meg az ajándékdobozok, meg a csomagok, meg minden. És a Bentleynek is már megvettem az ajándékát tegnap. Tegnap nem mutattam nektek semmit abból, hogy mit vettem, és ez azért van, mert mindenkinek, akinek vettem, az nézi a vlogomat. Szóval nem akarom, hogy kiderüljön, hogy mit kapnak, viszont ma becsomagoljuk őket, úgyhogy ne lássák, hogy mi az. Képzeljétek el, hogy megyünk a Beauty Barba. A Beauty Bar, azaz a klinika, ilyen szépségápolási klinika, ahol töltetem a számat, ahol csináltatom a botoxot, ahol csináltatok minden arckezelést, lézeres kezelést, mindenfélét az arcommal kapcsolatban. Úgyhogy ma oda fogunk elmenni, mert fogok ma botoxoltatni. Ez rá a magyar szó, botoxoltatni, tehát raknak botoxot az arcomba. Az igazság az, hogy most így nem látszik, mert ki vagyok sminkelve, de még lehet, hogy így is látszik. Szóval én általában rakok botoxot ide a homlokomba, mert nem akarom, hogy ráncos legyen. Ezen kívül rakok ide a szemem köré is, és ide a két szemöldököm közé is. A botox az nem változtatja meg az arcodat, az nem változtatta semmit rajtad. Annyi történik, hogy megelőzi a ráncokat. Tehát még azt sem mondanám, hogy a ráncokat eltünteti, hanem megelőzi. Mert amikor így fölhúzod a homlokodat, akkor ott vannak a kis ráncok, utána visszamegy ide a szemöldököd, már nem húztad föl, de azok a ráncok, tehát láthatjátok, hogy most itt eltűntek. Viszont, hogyha sokat mozgatod, akkor előbb-utóbb azok a ráncok ott fognak maradni, és a botox az a célja, hogy amikor én felhúzom a szemöldökömet, akkor sima maradjon a homlokom, és ne legyenek azok a kis ráncok, vagy amikor mérgesen nézek, láthatjátok, hogy most itt van kettő ránc, az se legyen ott, meg itt se legyen fölötte, meg amikor is szépen mosolyogok, akkor itt ezek a kis szarkalábak, azok se legyenek, szóval megelőzi azt, hogy kialakuljanak a ráncok. És ezt általában 6 és 8 hónaponta kell megcsinálni, na hát nekem már sokkal régebb óta nem volt botoxoltatva az arcom, úgyhogy az az igazság, hogy szerencsém is van, mert nekem nagyon lassan megy ki a szervezetemből a botox. Ez csak egy sima szerencse, tehát például tudom azt, hogy a Nellinek sokkal hamarabb kidobja a szervezete, mert másképp dolgozza fel az én szervezetem, szerencsére nem dobja ki magából annyira nagyon gyorsan, ezért én simán el vagyok egy-másfél évente elmenni botoxoltatni. Oda is fogom vinni a kamerámat, úgyhogy hát ha érdekel titeket, mindenképpen nézzétek meg. Ha nem szeretitek a tűt, hogyha nem szeretitek látni ezeket a dolgokat, csak ugorjátok át azt a részt, vagy csukjátok be a szemeteket közben. De amúgy egyáltalán, tehát a botox az nem fáj, annyira vékony tűt használnak, hogy általában lefekszem, és akkor a kém, be szoktam csukni a szemem, a kém csinálja, és akkor kész. És akkor kinyitom a szemem, hogy mi van kész. Tehát annyira nem lehet érezni, meg sem tudom mondani, hogy mikor van kész, hogy mikor megy be, vagy mikor nem megy be. És a botox az nem úgy van, hogy berakják, hogy beinekciózzák, és akkor azonnal hat, hanem kell neki 10 nap. Amire hatni fog, de ezt hallani fogjátok, csak minden angolul lesz, úgy gondoltam elmondom előre, mert ott a Beauty Barban nem beszélnek magyarul, szóval angolul fogunk beszélni.
Szóval kell 10 nap a botoxnak, ameddig teljesen hatni fog. Az első 3 nap után kezd el igazán hatni, akkor érzed, hogy egy kicsit kezd feszes lenni, és akkor 10 nap után pedig teljesen lenyugszik, beáll, és gyönyörű lesz. Kezdjük el ezt a napot. Most nem fogok beszélni, csak meg fogom csinálni a szemhéjamat. Szerintem ezt a csillámos dolgot fogom csinálni, nem akarok túl sokat, mert még a szempillám nagyon szépen áll. Tehát amikor nekem fönn van a szempillám, akkor nem szoktam annyira nagyon sminkálni a szemhéjamat, mert ez alapból ad nekem egy ilyen szép kis ívet. Szóval próbálom megőrizni a szempillámnak a minőségét azzal, hogy nem rakok rá mindig sminket, meg nem törlöm mindig állandóan éjjel-nappal. Szóval akkor általában nem szoktam, hogyha ki fog potyogni most a szempillám, vagy le fog majd nőni, akkor utána jönnek el a sminkelések, megint mindenféle szín, meg mit tudom én, de most jelenleg csak általában egy kis csillámot szoktam rárakni, és annyi. Majd is azt fogom csinálni, csináljuk meg gyorsan együtt, aztán kezdjük el a napot. Na hát sikerült elintézni majdnem mindent, amit akartam, és képzeljétek el, hogy végül is úgy alakult, hogy nem egyedül jöttem el, de megoldottam, és simán el tudtam intézni azt, hogy ne derüljön ki, hogy mit veszek, úgyhogy most már csak be kell csomagolni majd otthon, amit mindenképpen meg fogok csinálni, és most pedig még hazafele meg akarok állni egy helyen, ahol lehet venni bejglit, mert a Ritának ígértem bejglit, hogyha megyünk hozzájuk, úgyhogy még azért megállunk, aztán megyünk haza. Sziasztok! Közben átöltöztem egy ilyen teljesen fekete outfitbe, és még fel fogom hozni a papucsomat hozzá, és indulunk most a beauty barba. Nagyon várom, nagyon izgatott vagyok, hogy végre megfiatalodjak újra. Légy színe bántsatok miatt, jó? Tudom, hogy van, aki ezt nem szereti. Azt is megértem. Mindenkinek a saját választása, hogy mit csinál magával. Úgyhogy induljunk el! Do you need to say anything? No, it's fine. Okay. Okay. And then frown as deep as you can. Relax forward. Deep, deep breath. 1, 2, 3. Good job. Breathe it out if you need to. Frown.
relax. Another deep breath, another push up. Last time frown, relax. Another quick pull, deep breath. Wow! There we go. Mm-hmm. And now we're going to the top. Yay! Raise your eyebrows as high as you can. Relax, pull. One, two, three, deep breath. Raise up again. Relax fully. Breathe again, relax. We're working out, no laying down for 3 to 4 hours, you know the drill. Mm-hmm. This sport's gonna start kicking in 2 to 3 days, 10 days for full effect. Far down and get close, raise up, relax fully. So why do you have to shake it? Normally I shake it to distract you guys from the needle going in. Oh, it doesn't do anything else. Oh, okay, makes sense. Raise up again, relax. It's good. It's good distraction. So it's just a quick distraction. It's easier than you guys feeling everything. Because there's no numbing pain. Yep. Mm-hmm. So why? Like why can't you use numbing pain? There's no point? Well, there really isn't. Plus it's a quick 5-10 minute appointment. So you don't want, yeah. Okay. Raise up again, huh? Relax fully. I'm gonna keep your brows where they are. Last two pulse ones. And one more time. It's hard. There you go. Relax fully. Good job. Good. Szóval megcsináltuk a homlokomat, láthatjátok, hogy vannak ilyen kis pici bumpok, és igazából azt vettük észre, hogy itt a szemem körül is picit kezd kialakulni a ránc, főleg ezen az oldalon, mivel képzeljétek el, hogy ahogy vezetek, innen jön a nap be, ugye itt van az ablak, ezért itt hamarabb ráncosodik a szem, úgyhogy most ide is fogunk rakni egy párat. Are we gonna put some here too? Or? Okay, mind a két oldalon. Okay, I'm gonna start on this side. Okay, there you go. All right, you're gonna close your eyes and squeeze them tight. Relax fully. Deepest breath. One, two, three. There you go. If you can do lips, you can do eyes. It hurts less. One, two, three. Breathe, breathe. No, this is nothing. Like there lips you go. Are. I know. Like lips are something else. Egyáltalán nem fáj. Csak azért kell így csinálnom, hogy lássam. Okay, here I go again. Please check. Relax. Keep breathing. Last two pokes. Sorry, I probably pinched. One, two, three. I feel like it. You did? No. That's right. That's it? Yeah. Okay. Kész vagyunk. Na sziasztok, most értem haza, itt van az arcom, igazából a botox az nem hat 10 napig, tehát 10 nap, amire elkezd hatni, szóval most még nem látok semmit, csak ezeket a kis piros foltokat, ahova be lett injekciózva. És most pedig arra gondoltam, hogy leülök ide az asztalhoz, és elkezdtem becsomagolni a maradék ajándékokat, aztán pedig főzünk valami vacsorát, és ma megpróbálom rövidre fogni, mert meg kell szerkesztenem a videót, és szeretnék egy picit pihenni. Kicsit el vagyok fáradva, úgyhogy még ez van vissza, csomagolunk, vacsora, aztán elköszönöm. Na képzeljétek el, pont most akartam nekiállni a csomagolásnak, és kaptam egy üzenetet, hogy megjött egy nagy rendelésem a Pretty Little Thing-től. Én imádom a Pretty Little Thing-et, nagyon cuki, ilyen nagyon csajos ruháik vannak, már a csomagolás is, hát könyörgöm, unikornus van rajta, tehát... Na! A lényeg az, hogy gondoltam, hogy kibontjuk együtt. Képzeljétek el, hogy általában, hogyha rendelek tőlük, az ilyen 3 hét, amire megjön, mert Angliából küldik, Angliában van ez a márka, és 3 napja rendeltem, és itt van, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy nyissuk ki együtt. Esküszöm, már arra sem emlékszem, hogy mit is rendeltem. Tudom, hogy egy csomó mindent beraktam a kosárba, és akkor a végén se lejteztem. Nálam mindig ez van, hogy telirakom a kosarat, és akkor utána se lejtezek, hogy oké, ez kell, ez nem kell, ez kell, ez nem kell. Úgyhogy nagyon izgatott vagyok miatta, hogy megnézzük, hogy mi van. Az első... Oké. Ketteset rendeltem, jó. Itt az amerikai számozás szerint 2-es vagyok, viszont az Angliában 6 és Európában 34.
Remélem, hogy jót rendeltem. Igazából van egy pár dolgom tőlük, de sose lehet tudni, hogy milyen. Na jó, nézzük meg. Ez egy ilyen egybe, tudjátok, hogy imádom ezeket a jumpereket, amikor egybe van a nadrág meg a felső. Oké, szerintem ez jó lesz. Tökéletes! Oh my god! Ez egy ilyen tie-dye. Egy ilyen szürkés tie-dye. Ez nagyon hasonlít arra a felsőre, amit anya küldött nekem a Stradivariusból, de hát ez nyilván egybe van. Na jó, ne aggódjatok, föl fogom próbálni, és meg fogom mutatni, hogy hogy áll. Szóval ez az első, három dolgot rendeltem amúgy. Ennek milyen szép színe van. Amúgy szerintem ez is ilyen, az összes ilyen egyben adrág felső. Olyan, mint az előző, de ilyen gyönyörű kék színe van, de nem az erős kék, hanem ez a szürkés kék. Ugye a kamerában kicsit erős kéknek látszik, de amúgy szürkés kék, rá van írva, hogy pretty little thing, és a legjobb része, hogy a háta teljesen nyitott. Úristen, alig várom, hogy felpróbáljam. Oh my god, oké, okay, az utolsó, ez a kedvenc. Ez, oké, okay, ez nem olyan, amit én csak úgy fölveszek utcára. Ezt akkor venném föl utcára, hogyha nagyon jó kedvem van, ez egy olyan ruha. Amúgy valószínűleg itthonra hordanám, vagy itthonról dolgozok, nem kell elmennem sehova. Azért valljuk be most a Covid alatt, az időmnek a 80%-át itt töltöm a lakásban, úgyhogy kényelmes. Tehát látjátok, hogy ez összes ilyen kényelmes. Mielőtt Covid volt, állandóan ilyen magas sarkú, feszülős ruha, meg ilyeneket vettem, de amióta itthon vagyok, és itthonról is dolgozok most már, ezek mennek nálam, az a kényelmes, puha, de mégis jól néz ki. Tehát azért legyen csinos, meg legyen csajos, de legyen kényelmes, mert itthon nem vagyok hajlandó farmerba lenni, amúgy most farmerba vagyok, de azért már csak voltam a beauty barba. Amúgy igen, tiszta piros a fejem, de az teljesen oké. Na jó, szóval ez visszatérve, te jó ég. Ez rövid nadrágos, de meleg. Oké. Okay. Lehet, hogy ez egy picit gyerekesnek fog látszani, de nekem annyira tetszett ez a websájton. Ez hosszú ujjú, rövid nadrág. És úgy voltam vele, hogy ezt muszáj megrendelnem, mert annyira cozy. Oh my god. A puha anyag belülről, na jó. Teljesen oda vagyok érte. Ez, lehet, hogy ezt még utcára is felvenném amúgy. Sőt, mit szóljátok ahhoz, hogyha ez mondjuk egy rózsaszín magas sarkóval, lehet, hogy nagyon barbi is lenne amúgy. Na jó, ezeket most fel fogom próbálni, és meg fogom nektek mutatni, hogy hogy áll. Ez egy ilyen nagyon jó, amúgy pontosan eltaláltam a méretet. Egy picit még azt is mondom, hogy feszül. Azt hittem, hogy picit nagyobb lesz mondjuk itt, de engem nem zavar, hogy ilyen nagyon testhez feszül. És a háta is ilyen följön magasra, a mell része is gyönyörű. Annyi, hogy, és ezt tényleg így gondolom, hogy én nem szeretem a feliratos dolgokat, de ez egy így rajtam, hogy Pretty Little Thing, ez annyira nem feltűnő. Ja. És az alja, az így össze van húzva. Mondjuk annyit sajnálok, hogy nincsen zseb rajta, én szeretem, hogyha van zsebe, de amúgy nagyon tetszik, úgyhogy ez az első. Na, ez a következő. Megpróbálok így legugolni, hogy lássatok rendesen, de amúgy ott a tükörbe is láttok velem. Szóval ez ilyen, ennek eléggé följön a nyaka, rajta van ugyanúgy, hogy Pretty Little Thing. Ez is össze van húzva, szerintem nagyjából ugyanaz a stílus, mint a másik, meg itt az alja is össze van húzva. Annyi a különbség, hogy a háta ennek teljesen nyitott, tehát így az egész, most igazán legugolok, az egész hátad nyitott, ami nekem nagyon-nagyon tetszik. Hát ezt csak melltartó nélkül érdemes felvenni, vagy csak ha nincs esetleg valamilyen nagyon szép melltartó, aminek ugye a hátulja gyönyörű. Úgyhogy ez lenne a második, nekem az első eddig jobban tetszik, de most ez is cuki, meg olyan jó puha anyaga van, úgyhogy ez így tökéletes, ennek sincsen zsebe viszont, szóval ez az, ami egy picit nem tetszik benne. Na jó, hát ez, Isten, ennek sincsen zsebe, amit szintén sajnálok, de ennél cozybb, és ilyen téli, és itthoni, és úristen, ennek annyira puha belülről az anyaga itt, hogy az, ami hihetetlen, és ilyen pulcs is, és meleg, és erre is rá van írva, hogy Pretty Little Thing, csak ilyen barbisan, és az a jó benne, hogy a nadrág része egy picit hosszított. Tehát tudjátok, van ami ilyen nagyon rövid, ez szintén egy picit hosszított, szóval itthonra nagyon-nagyon kényelmes. Hát én ebben simán el tudom magam képzelni, hogy itthon dolgozok szépen így a számítógép mögött, és ilyen kis kózi, úgyhogy ez nagyon-nagyon aranyos, úgyhogy ez lenne a harmadik, ennyi volt a felpróbálós dolog, és most menjünk vissza, és csomagoljuk be az ajándékokat. Tudom, hogy azt mondtam, hogy elkezdünk csomagolni, de még meg akarok mutatni nektek kettő dolgot. Szóval, amikor elmentem ajándékokat vásárolni, akkor hát vettem magamnak is egy két dolgot, de nem olyan nagy dolgokat, csak gondoltam, hogy megmutatom, mert érdekes lehet. Szóval az egyik, az bementem a Sephora-ba, és
És ugyan, hogyha Sephora-ban én ilyen tag vagyok, valamilyen tag, és a lényeg az az, hogy minden vásárlás után kapok pontokat, és most már az évek során összegyűjt valami nem tudom hány ezer pontom, és kérdezték, hogy le akarom vásárolni, és mondtam, hogy oké, mire lehet levásárolni. És ott volt egy csomó ilyen kis ajándék dolog, amire le lehetett vásárolni, és ott volt ez a csodálatos bögre. Úristen, szóval, oké, most mostam el amúgy, mert kivettem a táskából és gyorsan elmostam, szóval egy picit vízes, de üveg az egész, rajta vannak a pöttyök, és rajta van, hogy Sephora, nem tudjátok elolvasni, de az van ráírva, hogy Sephora Beauty Insider. Szóval ez a tagság, amiben benne vagyok, és így olyan jó, és átlátszó, szóval látni lehet a kábét, és jó, nehéz, meg vastag, úgyhogy nagyon-nagyon cuki, és hát pöttyös, szóval nagyon-nagyon cuki, úgyhogy ez az egyik, amit levásároltam a pontjaimmal. Illetve maradt még egy csomó pontom, de ez volt, ami a legjobban tetszett, úgyhogy ezt elhoztam. És akkor a másik dolog pedig, nekem ugye vannak az agcsizmáim, tudjátok, hogy mennyire imádom az agcsizmákat, tehát télen, ha valamit hordok, azok az UGG csizmák. Ezen kívül tetszenek az UGG-nak a szandáljai is, úgyhogy hát én így szépen lassan gyűjtöm az UGG cipőket. Viszont nagyon nehéz őket tisztán tartani, mert olyan ez az anyaga, ami könnyen koszolódik, és vízzel nem lehet tisztítani, úgyhogy beugrottam az UGG-ba, és vettem egy ilyen tisztító egy ilyen tisztító csomagot. Szóval, megmutatom, hogy néz ki. Van benne mindenféle. Az első az, mi is? Ez az ilyen protector, ami az azt jelenti, hogy igazából kívülről, miután már megtisztítottad, ezzel lefújod, és akkor nem fog beázni a víztől, nem lesz mindenféle mocsok, nem tud ráragadni, vagy koszpor, hanem lepergeti. Akkor ez a második, ez maga a sampon hozzá, vagy ilyen tisztító, meg a kondicionáló, és ezt pedig úgy kell használni, hogy először ezzel a kis kefével letisztítod a port magáról, a csizmáról, vagy loaferről, vagy akármi, ami ad, és akkor utána megfogod ezt a kis pici szivacsot, és ennek a tetejére rakod rá ezt, és akkor ezzel szépen meg tudod tisztítani, és hagyod, hogy megszáradjon, és megpróbálod ezt visszarakni így, és akkor ez az utolsó, ez ami nagyon érdekes, ezt képzétek el, hogy az UGG csizmákat, azokat lehet hordani zokni nélkül. Tehát ezt úgy csinálták, hogy nem muszáj zoknit húznod hozzá, mert ugye belülről ilyen jó meleg, jó puha, tiszta szőr az egész. Viszont ugye az is koszolódik könnyen, mert hát mezitláb lépsz bele, vagy esetleg a lábadon van valami olaj, vagy akármi, ha ráragad. Na ez pedig a belsejére van, hogy a belsejét is szépen meg tudod fújni, és akkor ezt szépen megtisztítja. Úgyhogy ezt vettem, remélem, hogy szép lesz tőle, mindenképpen meg fogom tisztítani az elkövetkezendő pár napban az agcsizmáimat, meg a barátomnak is van egy-két dolga az agtól, úgyhogy az övét is meg fogom tisztítani, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez így hogy fog összeérni, meg hogy milyen lesz. Na és akkor kezdjük el becsomagolni. Az egyiket már amúgy előre belecsomagolva úgy vettem, úgyhogy ez nagyon kis cuki darab, majd csak rá kell írnom, hogy kinek kitől. És képzeljétek el, hogy vettem ilyen dolgokat, ez is így van, hogy kitől és hogy kinek. És mondok, hogy egy kis pici, milyenek a neve? Nem masni, hanem... De ez masni, nem? Vagy mi ez a tetején? Egy kis dísz. Szóval mindegyikre rá fogom rakni, és akkor most szépen elkezdem őket becsomagolni, és most már végre be fogom fogni a számat, és végre csomagolunk. Képzeljétek el, hogy ide raktam az összes ajándékot a fa alá, és hát tele van az egész, te jó ég, nézzétek meg, hogy mennyi. Hát nem volt egy egyszerű, tehát azért elég sok munka volt ez a sok becsomagolás, de hát nézzétek meg, hogy milyen szép lett, az egész fa körbe van rakva ajándékokkal. Úgyhogy most fel fogom tölteni a kamerámat, mert teljesen lemerült így a nagy csomagolás alatt, aztán jövök vissza. Na sziasztok! Képzétek el, hogy a barátom hozott vacsorát, úgyhogy ma nem főzünk. Gyorsan megmutatom, ups, majdnem kibocsottam a vizet. Gyorsan megmutatom, hogy mit hozott. Szóval egy ilyen mexikói étteremből hozott.
Ebben van ilyen chips, meg ezért a szalsza. És ez pedig, ez amúgy szerintem láthattátok már az abban a videómban, amiben azt mutattam meg, hogy úgy eszek egy napig, mint a barátom. Szóval abban láthattátok már, ez egy ilyen nacho dolog. Ez az övé, ebben van nacho chips, a tetején darált hús, sajt, tejföl, mindenféle szalsza, zöldségek, jalapeno, guacamole, és az enyém pedig ugyanez, csak veggiesbe. Meg megint ez a soy rizóban, guacamole, szalsza, jalapeno, mindenféle zöldségek az alján, viszont nincsen rajta sajt, meg tejföl. Úgyhogy ez az enyém, ez az övé, és most pedig el fogunk kezdeni vacsorázni. Úgyhogy én most elköszönök tőletek, mert kezd lemenni ez a kis foltom, a botoknak a helye. Hát sajnálom, hogy ilyen furcsa homlokkal folytattam a videómnak a felét, meg így fejezem be. De köszönöm, hogy itt voltatok ma velem, és találkozunk a holnapi vlogmaszban. Na, sziasztok!